A bejárattól számított 5 méteres távolságon belül dohányozni és szeszes italt fogyasztani tilos. Ez a felirat áll a Pécsi Köztársaság téren található kisboltnál. Azonban ennek ellenére gyakran alakul ki kocsma hangulat, panaszolták a lakók egy fórumon decemberben, mondta stábunknak a terület önkormányzati képviselője. Csoportosulások alakulnak ki, akik közterületen italt fogyasztanak, hangoskodnak, illetve hát ott gyakorlatilag egy ilyen köztéri kocsma hangulat alakul ki. Ez zavarja a lakókat, és éppen ezért, miután már nem ez az első ilyen megkeresés az irányomba, polgármester úrnak sokadjára is felvetettem, hogy ez probléma, és ezzel kellene foglalkozni. A Köztársaság téri az egyik, a Szilágyi Nagyvárad utca kereszteződésében a másik kisbolt, ahol jó időben az utcán isznak. Több közterület felügyelőt, köztéri kamera kihelyezését kérte a képviselő a polgármestertől. A városvezető írásban válaszolt. Ebben az állt, hogy nem jutott el hozzá ilyen panasz, így nem is akarnak kirakni kamerát, illetve több közterület felügyelőt küldeni ide. Péterfi szerint maguknak okozzák a problémát az itt élők. Ami igazán felháborító az az, hogy polgármester úr az itteni ispitaljai lakosságot okolta a kialakult helyzetért gyakorlatilag a válaszában, ugyanis azt írta nekem, hogy a környékbeli lakók azok, akik itt a közterület alkoholt fogyasztanak, és jelentén magatartással viselkednek. Én ezt felháborítónak tartom, és azt szeretném kérni Péterfi Attilától, hogy kérjen bocsánatot az ispitaljaiaktól. A képviselő szerint nem az a dolga a polgármesternek, hogy minősítsen és állításokat fogalmazzon meg a választókról, hanem az, hogy képviselje őket, és ha felvetnek valami problémát, akkor megoldást keressen arra, mondta stábunknak a képviselő. Az ügyben keresjük a városvezetést, és ha válaszolnak, köszönni fogjuk.